Hazánkban az 1900-as évek első felében jelent meg az eredetileg Amerikában őshonos parlagfű. Mintegy 50 faja van, abban azonban nem különböznek egymástól, hogy mindegyik virágpora allergén hatású. Hazánkban is rengetegen érzékenyek rá, helyzetükön pedig nem segít, hogy a növény pollenje július közepétől egészen az első fagyokig jelen van a levegőben. Más növényektől is sokan szenvednek légúti allergiában, akik mindennapjait jellemzően orfolyás, tüsszögés, könnyezés, valamint szem, szájpad és belső fülviszketés nehezíti meg. Mivel az allergia, valamint a nátha, megfázás és influenza tünetei nagyon hasonlóak, fontos tisztázni, mi okozza azokat. Ha azt tapasztaljuk, hogy minden évben ugyanakkor jönnek elő, forduljunk szakorvoshoz. Mindenek előtt azt kell megtudni pontosan, mire vagyunk allergiásak. Ennek a menete egy viszonylag egyszerű, fájdalmatlan vizsgálat. Az alkar belső felszínén csepegtetjük az allergéneket, ami területünkön a leggyakoribb, és különböző pirosságok alapján 1-4-ig kategorizáljuk, hogy milyen súlyosságú allergiája van. Mindig el szoktuk mondani, hogy nem a bőrpróbát kezeljük. Tehát ha kijön, hogy valaki koratavasztól késő őszig az alkarja szerint, vagy a bőrtesztje szerint allergiás mindenre, de neki panasza mondjuk csak tavasszal az 1-2 hónapban van, akkor csak azt az 1-2 hónapot kell kezelni. Ugyanis kialakul a szervezetben egy érzékenység, és utána már ilyen dominószerűen sok mindenre allergia pozitivitás mutat, de ami nem okoz tünetet, azt nem kell kezelnünk. Az orvosok leggyakrabban tablettákat, orr- és szemcseppeket, illetve spréket írnak fel az érintetteknek, akiknek arra is figyelniük kell, mit esznek. A pollenek és a különféle ételek között ugyanis keresztallergia jöhet létre, azok genetikai hasonlósága miatt. A parlagfűre érzékenyeknek például a sárga és görög dinnyéről, az uborkáról és a paradicsomról is le kell mondaniuk. Az allergiások első körben azzal segíthetnek magukon a leginkább, ha elkerülik azt a növényt, ami a tüneteiket okozza. Tudjuk, hogy pollenallergiában szenvedünk, akkor ne teregessük ki a ruhát napközben. Ne nyissuk ki este, késő este az ablakot, mert tudjuk, hogy ilyenkor nagyobb koncentrációban vannak a pollenek. Tehát a szellőztetés mindig a reggeli, kora reggeli órákban tegyük. Ha bajszosak, szakállasak vagyunk, mossuk meg jó alaposan, napközben többször a szőrzetünket, mossunk többször hajat, ne tegyük ki az ágyneműt. Tehát különböző olyan praktikák, amivel nem visszük be a lakásba a pollent, mert a napközben bevitt pollenek éjszaka heves tüneteket okozhat. A parlagfű mellett ebben az időszakban a pázsitfű, csalán és libatovfélék, az útifű és a kender is virágzik, hamarosan pedig már az üröm is szórja pollenjeit.